tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakozd az öveket és tűnj be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Ez itt a vágyszem az MD Media filmes kibeszélője. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a White nostalgikus nosztalgikus filmes kibeszélő harmadik része a Parallax és Univerzumban, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Ahogy már megszokhattátok, ma is állandó beszélgető társaimmal ülünk fel a nosztalgia vonatra, hiszen itt van körünkben a szenvedélyes film, sorozat és szinkronfogyasztó, illetve podcaster, Faragó Dév, Sziasztok, üdvözlök mindenkit! És természetesen köszöntöm a hangját a Parallaxis számára rendszeresen kölcsönző szinkronigazgatót is. Kőgergőt, szia! Hello, sziasztok! Mai műsorunk kedvéért egy klasszikus cyberpunk akciófilmet néztünk újra, hiszen a közeljövő Detroitjában játszódott történet olyan filmek nyomdokaiban jár, mint például a Szárnyas fejvadász, és amelyeket olyanok követtek, mint a Ghost in the Shell, az Akira, a Dread Bureau, a Jövőszökevénye, illetve kicsit érintőlegesen a Matrix is. Az 1987-ben bemutatott Robozsaró lesz tehát mai adásunk témája és felütése, amelyhez ráadásul sikerült egy olyan kópiát beszereznünk, amely a valaha készült összes magyar változatot tartalmazta, köztük egy klasszikust, egy narrátoros hang változatot is. Hát ilyenkor szoktam én azt mondani, hogy a, a, magyar szinkronnak az örökségét így lehet megőrizni, mert ha ezek a kópiák nem kerülnek, még ha így hát kényszerű módon, nem legális módon a, a közkincsbe és forgalmazásba, letölthetővé téve, akkor ezek a, a szinkronok, ezeknek a színészeknek, és sajnos már ö, nincs is minden színész köztünk, nyilvánvaló, nagyon régi az első szinkron főleg, akkor egyszerűen ezek elvesznének, és ezek is ö, olyan teljesítményei, és, vagy különlegességei a, a, a magyar szinkronnak, amiben nagyon sokféle ö, fajta ö, hozzáállás, vagy akár minőség is megtalálható volt, kezdve a régi, VHS videókazettákról jól ismert egyszereplős, narrátoros hangalámondásról, ahol szinte éreztük, hogy a valószínűleg még egyetemista is hát a, a, zseppénzért, vagy az albilletre való megkereső ifjú ö, angol szakos, néha on the fly élőben fordított, és néha nagyon jól, néha esetleg nem jött ki jól, vagy nem értett valamit pontosan, mert nem is volt érthető a hang sem vagy ott vannak a nagy moképes szinkronok a magyar televízió számára, mert a későbbi kábel tv illetve a későbbi videókazette és DVD kiadások számára készült szinkronok, és itt a Robot Zsaru, az 1986-as első klasszikus mozifilmhez tényleg ott van öt különböző magyar hangsáv, amit ugye lejátszókon vagy tévénken egyszerűen átkapcsolhatunk és nem mellesleg, tényleg csak zárójelben, hét különböző angol hangsáv van, ezek között megtaláljuk Paul Verhoeven rendező kommentárját, aki a producerekkel és a Neumayer íróval együtt, ugye Verhoeven volt az egyik író, de Neumayer a másik, és akkor ők kommentálták végig a filmet, volt egy másik rendezői kommentár, volt egy szakkommentár egy filmtörténész részéről, és egy rajongói kommentár is, ami egészen sajátos, ilyet akár még, talán egyszer mi is csinálhatnánk, hogy élőben rábeszélünk egy filmre. Nagyon röviden, hogy most már ne húzzam tovább ezt a blokkot az öt magyar hangsávról, az elsőt még a, a Mokép számára készítette a, az MTA Kutató Filmstúdió, és 1989. szeptemberében mutatták be ezt a filmet a Magyar Mozikban, és később természetesen a különböző kábelcsatornákon, Magyar Televízióban is vetítették. Itt, itt Balkai Géza, Alex Murphynek a, a magyar hangja, de a hangok között ott van Pregice Frusina, Pató István, Dózsa László, Cseke Péter, Perlaki István, de akár Kassai Károly, meg Tahi József is. Bocsánat, mégis elmondhatjuk talán, hogy nem készült valójában tökéletes szinkron a Ezt el kell mondani sajnos. Vagy nem sajnos, de ez a tény. Talán az interkomos sorrendben a harmadik ö, szinkronom azt mondom, amit a Cosmafilm készítette, de nem kár, hogy is ott van Forgács Péter, azért például michael egy állandó magyar hangja, vagy ugye a Deep Space nine a főnök. Őt, amikor egy kicsit bemélyítették, mint amikor, tehát amikor, már ugye nem Alex Murphy volt, hanem Robot akkor sem éreztem azt, hogy jó, jól működik. Itt a hangefektek egyszerűen nem jöttek át. Sajnos nyilván nem volt instrukció arra, hogy milyen eszköztárat használjon a hangmérnök próbálkoztak minden egyik szinkron valamilyen módon, szimplán ilyen goault típusú, ugye a csillagkapuból jó is, szimplán csak mélyítem, ugye eltolom egy kicsit a, frekit lejjebb. Én azt mondom, hogy nagyon érdekes, hogy talán még a narrátornak az átváltása sikerült a legjobban, aki próbált robotikusabban beszélni, de nem próbált mesterségesen mélyíteni. Ugye, aki felolvasta, amit látta a robotzsarú, meg hogy nem tudom, Detroit közeljövőben, vagy ilyen bemondások. Nem azt a narrátort, hanem a narrátoros változatot ja, gondolok, tehát ja, a Tényleg be, bemélyített? Hát vagy, vagy egy kicsit... Nem mélyített, hanem ro egy kicsit robotikus Hát én hallottam, az önmagában elég robotikus volt. De hát persze nem kárhoztatom érte, mert hát szegény. Mert fölmondta. A zseppénzért, ahogy említetted. Gergő, neked így mi volt a benyomásod a filmről, meg mondjuk a szinkronról, ugye te az interkomos változatát láttad, ugye ebbe állapodtunk, meg ezt ezderítettük. Ja nem, nem, bocsánat, a moképes változatot, a legelső. Ja, a legelsőt, igen. A legelsőt, én is igen. így az, hogy a legelsőt. Eh, szerintem, a összességében szerintem nem rossz a szinkron. Persze vannak benne apró pici bakik, de én, én azt mondom, hogy összességében szerintem nem volt rossz a szinkron. Élvezhető a film vele együtt, van egy-két nem szerencsés hangválasztás szerintem, de ugye én, mint rendező is, elég fontosnak tartottam mindig is, hogy milyen szereplőnek, tehát egy szereplőnek megpróbáljam megtalálni a megfelelő hangot. Ugye, mint amatőr szinkron rendezésbe, ugye ez nem mindig jön össze, mert ugye bármennyire is ügyesek a fiatalok, skacok, jelentkeznek, vagy jelentkezik tíz ember, és abból lehet, hogy az egy, amelyik közelít azt, amit én szeretnék hallani, vagy a nézők szeretnék hallani és ha már rendezésről beszélünk, ugye, hogy mi is csináltuk a parallaxist, ugye az, hogy felmondtam én, tele bakival, meg hibával, és ezért nagyon, nagyon, fontos, és nem azért, mert én is rendezek, hanem mert tényleg fontos szerepen van a szinkronrendezőnek, rendezőnek, mert, mert, ahogy, a, ahogy a színész fölmondja, tehát aki fölmondja a hangot, nem biztos, hogy hallja a bakit, nem biztos, hogy észreveszi a bakit, nem biztos, hogy hallja, hogyha rosszul mondta, és azért fontos az, hogy egy külsős is figyeljen, hogy, 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 hogy megfelelő hangsúlyjal mondjuk, mert meg hát ugye a rendező tudja azt, hogy melyik szerephez mi illik. Hát rendezőnek illik azért átnézni a, a szerepet, hogy hogy hangzik, mint hangzik, tehát ő neki kell összefogni a, az egész a, a filmet, és ezért hát néha csodálkozok szinkronokon, hogy azért eléggé élettelen hangok vannak benne, meg, meg, szerintem rosszul vannak összevágva, de általában ugye ezek, a, ezek tényleg a nagyon amatőr szinkronok szoktak lenni, amikor nem, nem összeillő hangok vannak a, a, karakterekkel. Én megmondom őszintén, nekem a halálom az, amikor egy, egy 60-70 éves embernek egy 25-30 éves adja a hangját. Jó, vannak olyan, vannak olyan emberek, tehát vannak olyan emberek, Akinek nagyon mély a hangja. Tehát nálunk is a srácoknál volt két, most név nélkül mondom, volt két srácnak olyan, olyan mély hangja van, pedig 25 évesek, meg fiatalok. De igen, nagyon fontos szerintem van az, hogy megfelelő. Szerintem nagyon jó volt a szinkron, nekem nekem tetszett, nem, nekem engem nem zavart a szinkronja. Nagyon sokszor nagyon sokszor zavar egy szinkron, nekem a kedvenc szinkron ilyen példám, az kettő szokott lenni. Az egyik, ahogy hívják, bocsánat, most eltérünk egy kicsit a filmtől az egyik a zöld, a zöld lámpás. Ryan Reynolds hangja. I Ryan Reynolds, hallod? A srác nagyon jó. Szerettem a hangját, több helyen is hallottam, de hogy annyira nem élik a Ryan reynolds az, az az, ami félelmetes. Tehát nem, egyszerűen nem. A másik, a, a, ami rendezés csúcsok csúcsa, az a másik, nekem kedvencem ugye a Star Wars, tehát nem csak a a Star, Star Wars is, a bajós árnyak. Tehát van a bajós árnyakban egy jelenet, amikor az űrhajón, megmenti az artó az űrhajót, és akkor az bemutatja a Padmé-nak, a panaka kapitány bemutatja az art. Ez egy konstruált robot. O2D2 és és egy olyan ö, lélektelen szinkron az a rész, hogy, hogy az valami kegyetlenül lehúzza a filmet. Úgyhogy szerintem nagyon-nagyon sok számít a rendezőn, hogy oda figyeljen, hogy mit is, hogy kell összeraknia. Meg hát ugye, meg, amit ugye mi is csináltunk Ádám, hogy ugye nem biztos, hogy olyan hangsúlyan mondtam a, a, a karakternek, ami éppen odaillett a adott szituációhoz. Tehát, hogy egy kicsit vidámabban kellett mondani, és ugye amikor rám hogy akkor így mondjam, és akkor ezért van a, szink, ezért van a rendező. Ugye ezek, ezekre figyelj, is irányítsa. Mert ugye, ha valaki próbálta a szinkront, az iszonyatosan nehéz. Tehát megy az angola füledbe, megy egy kép, és előtted van a magyar szöveg. Tehát neked másodpercek alatt meg kell értelmezned a képen látottakat, a szöveget, hogy hogy olvasod föl, hogy értelmesen magyarul próbál felolvasni, játszod a karaktert, mert játszod is a karaktert, de még a füledben még beszél egy másik, próbálj meg valaki úgy mondani valamit, hogy a fülébe között duruzsol egy angol hang. Ez, 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 nagyon nehéz. Tehát nagyon nehéz, és aki nem próbálta ki, az hiszi, hogy hú, de nem, nagyon nehéz. Meg ritmus, nagyon fontos Igen. a ritmus. Igen. Tehát so, a Gergőnél so. is, mikor már így csináltuk egy ideje, akkor, akkor elindult az, hogy, hogy felkapta a, a Brian ritmusát, a szereplő ritmusát, és mm. és nem kellett nekem oda igazítanom, tudta, hogy, hogy mettől meddig mondja, és hogyan húzza ki a, a azáltal, hogy eleve hallotta a fülébe, hogy az eredeti angol ö, ö, hang hogy beszél. Ugye ez narráció nem szinkron, azért az fontos Igen. különbség. Nem kell szájmozgásra ha, igazítani, nem semmit nem stimmel a szótak Tehát, hogy nyilván ö, emiatt ö, főleg. Ö, előjön az, ha mondjuk azt akarjuk, hogy nagyjából azért fedje a magyar szöveg az angol szöveget, akkor van, amit az angol sokkal gyorsabban mond el, mint a magyar, akkor, akkor az megint egy másztító, meg mondjuk sokkal lassabban mondja el, mint a magyar, megint egy másztító, azokra rá kell azért érezni, és ez igen, aki azért nincs benne, és nem blattolja le, az annak azért ez, ez nem olyan könnyű, de, de, nyilván Gergőnek hát egyértelmű, hogy van hozzá érzéke, és akkor innentől kezdve ez egy könnyebb, könnyebb dolog, mint mondjuk olyannal dolgozni, akinek mondjuk teljes mértékben nincs rálátása mondjuk a szinkron készítésére. Na de ott tartottunk, hogy... Nagyon érdekes, amit mondtok, mert a blattolásra rögtön eszembe jutott, hogy a mai magyar Uh, ugye a digitális vágás, meg a, a füles együtt kiad egy olyan effektust, hogy a, a, a szerintem még a, a szakmában jártas ö, ö, kollégáknál is, vagy szín, színművészeknél is előfordulhat, hogy úgymond az angol ritmust, meg dalmát a mondatoknak fölveszik, és azt adják vissza a magyar által, mert annyira, annyira gyors és annyira pörög, hogy, hogy úgy, úgy jönnek vissza mondatok, vagy másik, amit én kifogásolok, hogy amikor a fordító ö, egyszerűen nem gondolja át, hogy az a mondat úgy illik-e oda, nem kellene más tagmondat szórend, majd egyszerűen angolosan fordít mondjuk birtokos szerkezteket szóval ilyenkor egy, a, az a helyzet, hogy a, a, színészek javítják sok esetben ki, vagy a rendező, tehát nincs már olyan, hogy dramaturg. És még itt a, a, szín, a színész választáshoz kapcsolódóan, hát én, én teljesen szakmán kívül vagyok, de megmernék esküdni, hogy néha van egy ilyen választás is, hogy mondjuk a valaki kopasz, akkor a, a színész, és hát nekem a Barbinek Péter ö, ö, jut eszembe, hogy rengeteg kopasz embert szinkronizál, és akkor nagyon jó ráfekszik a hangja, ö, tehát egy, egy bizonyos karakterekre, színészekre nagyon jól élik a hangja, és itt például megfigyeltem, hogy a, a másik szinkron változatban ő volt ugye Dick Jones, de a harmadikban már előbbre lépett, mert ő lett ugye uh, Clarence, tehát ugye a fő genyánk, ugye, aki Kurt Wood Smith alakít, és a Barbie-nek annyira rajta van a Kurtwood Smith-en, de és mi lett volna, ha Voyager-ben, ahol szintén ott van Kurtwood Smith, tudjátok, a Jero a pokolévben évben, ő ugye az Anorax, az egy nagyon kemény idő, idő temporális rész, ne is mondjuk el, hogy miről szól, mert nagyon jó rész, Szátrekem meg Szifin belül is, és ott a Barbinek Pétert fölkérik, hogy te már voltál a körtusz, mint hangja a robotzsarúban, akkor most te a, a, Doki, Holodoki is te leszel, meg a, ugye a Péter a Voyager rajongóknak ismerős, hogy ő a Holodokinek a kiváló, <laughs> visszaadja a magyar hangját, nagyon szeretjük. Az az igazság, hogy csankozoltam. körtusz, valójában Csanko Zoltán, Uh, van egy... Volt abban nem, a Nem, hanem én szerintem a -a -a. ő a tökéletes hang, tehát Értem. Uh, Barbinek Péter, én nem értek veled egyet, egyrészt no. Csankó volt az ő hangja a 70-es évek sócímű ilyen vigyáték sorozatba, amiben egyébként Amerikában fölt, föltűnt Aston Catcher is, uh, az egy 2000-es években készült ilyen retro komédia sorozat, abban Csankó igaz az idős, annál jóval idősebb Kurt Wood smith mint a robotzsarokban látunk szinkronizált, de a jóval idősebb Csankó Ugye Csankó Bobby magyar hangja, Csoki TV hangja, ha így Pácsadat. esetleg valaki én nem én tudná. És igazából én, én őt, őt hallom, és én őt szerettem volna a Voyagerben is, Ögyébként ha így nagyon, a dolgot. nagyon sok oldal, ha szabad így mondanom, ő nagyon kitört ebből a Bobby szerepből, mert ő, rengeteg helyen hallom, én is, nagy filmekben is, és, és, baromira lejött már erről, hogy ő a, a Bobby Ewing magyar hangja. Tehát egy erős, erős, meg kemény karaktereket is nagyon jól tud, és ha már itt a Star trek említettük, hát gyorsan még annyit, hogy az interkomos verzió az gyakorlatilag ilyen Star Trek szinkronizáló színész találkozó volt, mert itt van a főnök magyar hangja, ja, itt volt Péter ugye a holodoki magyar, magyar, magyar hangja, hangja Árcsájt kapitányi, Jó, itt volt uh, Reed, Szokol Péter. Péter, ne felejtsük még ki, és uh, itt volt Peris és Kim magyar Akkete hangja Zoltán, is, csak úgy meg így, így véletlenül itt lényzenknek ők is. Egyébként még Anakin Skywalker Mozart, magyar Károly, hangja is ott vagy volt, ki? ugye. Mozart, 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 Bizony. Én mindig örülök. Én, én, nagyon szeretem a 90-es évek magyar, úgymond a szinkron szakmát is, és amikor ezek a színészek, akiket ugye hozzá, hozzájuk nőttünk nagyon szeretem, hogy milyen jól működnek filmekben is. Ezt így röviden összefoglalva. Térjünk akkor vissza így közvetlenül a Robotzsarú filmhez. Azért ez egy erősen 18 pluszos film. Nem tudom, ti mikor láttátok először? Hány évesek hát, lehettetek? Fogalmam sincs. Nagyon rég. Nagyon rég láttam először a Robotzsarút. Biztos, hogy valamelyik magyar csatornán ez a nagyon nagyon, nagyon a viaszat, vagy valami ilyesmi csatornán láttam. De annyira még, régen? De. Azért a viaszat az nem nagyon. olyan régi csatorna, a 2000-es évek hát. elején indult. Annál azért mondjuk mitől, a Robozsaró biztos volt a TV1-en is valami szombatesti film. Tehát, tuti, hogy... tuti hogy nem emlékszem rá, tényleg nem emlékszem rá, mikor láttam először, én, én, én azóta is nagyon szeretem a Robocsarút, mert szerintem egy, egy, most már kult film szerintem, és ahogy mondod, hát van egyben egy-két ilyen elég erős jelenet, tehát amikor az, tettem, amikor ugye kiskoma hújtják, belemegy a, a, a savastartályba, és utána szó szerint folyik, és utána, utána persze természetesen főkenődik a főgonosz autójára, egy elég szép látványos placs jelenetben. É, érdekes, hogy ezt emelet ki, és nem azt, amikor szarral lövik a murphy -t. Darabokra lövik, le, szé kilövik a kezét. Aki, amikor a kezét, ilyenkor lelövik a kezét neki. ez az, az, az csak egy pillanatra látod. Ezt, ezt a gizmót meg ugye látod, vagy 5 percen keresztül. Vészhelyzetből a, 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 aki elveszti a karját. Románó doktor, ő, neki még ugye a magyar hangja is az interkomos változatban ugyanaz volt. Igen, végül is 18 karikás, és volt benne ugye egy-két ilyen nagyon szabados jelenet is, ami arra korra mondjuk jellemző volt, tehát a rendőrnénik öltöznek bent a, együtt a közösen a férfiakkal, és ott elég sok minden látszódik. A rendőrnéni felveszi a melltartó nélkül a golyóálló mellényt, meg hasonlók. Úgyhogy ö, emellett hogy lerepülő kezek, azért ott fröccsen a vér rendesen, tehát amíg belállítja a végén a... a adat, adat, adat tüskét a főgonoszba, és ott azért fröcsög minden vérszana szét. Ott egyébként nekem mindig az jut eszembe, hogy ez szerintem amúgy nem reális. Tehát ha ez egy olyan podcast lenne, hogy Persze. meg tudnánk kérdezni egy szakértőt, akkor szerintem azt mondaná, hogy ha utána neki ment az autó, és simán szétplacsant rajta, akkor szerintem az nem reális, hogy ő még ott tudott mozogni, meg, meg bármit csinálni. De igen, valójában tényleg az, a, az, az egy elég undik is jelenet. De valójában elnyeri a gonosz a méltó jutalmát. Bár van benne egy kis bár következetlenség, amit mondtál, ugye például ez az adatrögzítő tüske, Tüské. vagy ez a, uh -huh. ö, amit, amit ugye itt az ökréből ki tud a, a robotzsarú pattintani, mint Rojomák a karmait, az. Ö, annak ugye mindenhol van ajzat a bemeneti nyílása. Ugye ott a végén és a film végén úgy mutatja meg a vallomását, a, Dicknek, hogy, hogy bedugja a... nem ismerték még a Wi-Fi technológia 87-ben, még nem volt ennyire elterjedt. Hát szabványos USB port. Ennyi hát az USB port. Most csinálnák meg minden, ilyen USB lenne. Oké, okay, de mi mindig azt látjuk, hogy hogy a robotzsarú beledugja ott a tüskéjét, de van, van ilyen tüske alakú pendrive? Vannak emberek, akiknél ilyen tüske alakú pendrive-ok -ok vannak, hogy bedugják oda? Hát figyelj, szerintem mindegy, mindegyik filmek megvolt a maga ilyen technikai vívmánya. Hát most gondold el, most visszatérve kedvencem, Star Wars, Az is videóba bedugta a konnektorba, hogy hívják ott, még meg is rászta, de mindenhol volt ilyen csatlakozó. Tehát náluk ilyen csatlakozó volt. Most, most már wifi lenne, hogy te mondod. Oké, okay, de az Artuditunál ott logikus, az nem egy. Tehát, hogy ez egy, ez egy tüske. Tehát, hogy mennyire életszerű az, hogy egy... Hát, hogy egyetlen egy pólus, tehát nincs a usb és csak néhány de nem, pólus De szerintem. nem azért, hát, hogy... figyeljetek, a, a az Artuditunak egy ilyen, egy ilyen nem is tudom, régen... Ilyen Igen, a tehát ami. hogy egy, egy, viszonylag pici dolog van, ahol nem ölsz embert, ha elesel vele, mert sietsz kinyomtatni a dolgokat, érted? Akkor a, a robotzsarú világában mindenkinek ilyen tüske alakú pendrive -ja lenne. Mennyire életszerű az, hogy tüske alakú pendrive, és akkor állenél adod a gyereknek, vagy, vagy szaladsz vele, elvágod magad, hát így könnyen halnak a irodai alkalmazottak. Én ezt sosem értettem, hogy ez hogy van. Vagy, hogy valójában az egy másfajta port, amiben be lehet dugni ilyen speciális, mondjuk egy ilyen hosszúkás pendrive és a robot zsaru ezt a tüskéjét is be tudja dugni, mert nem a vége fontos, hanem mondjuk az oldalán érzékeli ott a a, a, dolgokat. Be, pedig ez a tüskés ö, becsatlakozás, ez, ez valahol, valamelyik film volt még, nem tudom melyikbe, de valamelyik nem fog, azon gondolkozok most, hogy erről beszélünk, hogy melyik filmben volt még valami hasonló ilyen becsatlakozás. Hogy... Volt egy, ahol ilyen hátsó gerincoszlopra kellett rácukkanni. E, ugyanígy kézzel csatlakoztak be, és ugyanígy e... ilyen tüskével, de nem eszemben fog eszembe jutni, melyik film volt az. E, az is valami hasonló korú film lehetett, vagy egy kicsit később készült. És nem fog eszembe jutni, hogy melyikben, de mondom, volt egy ilyen hasonló ilyen tüskés, hogy így ugyanígy csatlakozott rá a, a, a számítógépes adat. Ja, számítógépre? De, de nem tudom, csillag. Tehát nem so, egy másra, úgy, hanem... Nem, nem tudom, melyikben volt, ez tényleg nem tudom. Nem fog, nem fog eszembe jutni most. Ha szembe jutok, mondom? Most szóba jött ez a 18 pluszos aspektus, hogy azért ez egy erősen felnőtt technek szóló film volt, és én meg is kérdeztem föl, is hívtam anyukámat, hogy... Én emlékszem, hogy én viszonylag fiatal koromban láttam ezt a filmet, és elmondta, hogy igen, kihoztuk a videótékából, mert hát robotos, meg minden, de hogy az első, hát első 20 perc környékén nagyjából, ami kb. a Murphy halála lehetett, ott azt mondta, hogy ezt így nem nézzük tovább, és akkor jó pár év telt el, mire ilyen tizenéves elején megnéztem már ezt a filmet. Uh, úgyhogy ez egy érdekes dolgot jutatott eszembe, hogy én mindig olyan feleslegesnek találtam a korhatárbesorolás jelöléseket különböző műsorszámok vagy mozifilmek előtt, de valóban arról van szó, hogy az ember, ne... mert ugye az ember úgy gondolkodik, hogy ja, hát jön az új robotzsarú film, vagy jön a film, vagy tök mindegy, uh, hát ez, ez erről a net, netből, mindenből lesz folyik, és látjuk azt, hogy milyen film. De régen, 80-as években, vagy akár a 90-as évek elején, még nem volt az internet ennyire elterjedt, vagy mondjuk a Pesti műsor, vagy Pesti estek, meg a mindenféle ilyen mozis magazinok nem hódítottak, addig azért nem biztos, hogy tudta az ember azt, hogy mi az, amit megnéz a tévében, vagy mi az, amit kivesz a videótékából, ha mondjuk alaposan nem tanulmányozta át a, a borítót. Tehát, hogy azért ez egy érdekes megvilágítást adott szerintem ennek a. Önnek a filmnek, mert hogy azért valójában vad. És amúgy a szinkronról kapcsolatban még az jutott eszembe, hogy én párszor úgy éreztem, hogy kapcsolgattam a hangok között, hogy, meg a feliratok között, hogy mintha enyhébb lenne a, a magyar szöveg, nem lenne annyira mocskos, annyira káronkodós, annyira itt is beszéltek csúnyán, de, de mégsem, mégsem az a nagyon alpári volt szerintem, ami néhány helyen az a filmben, mert hogy ez egy ilyen világ. Na mindegy, Media Break műsor a filmben, ugye? No, a kis megszakítások, szóval ugye? A reklám. Képet kapunk arról, hogy milyen világba érkezünk. Ugye látjuk, a Mexik hát Mexikóval, Mexikóval háborúzik Amerika, szatira, a Kapulkóban, ezt megtudjuk az egyik Media például és a magyar változatban arról beszélnek, hogy Bécsbe mennyibe kerül az utazás. Hát ettől jobban nem lehetne takargatni, ugye, hogy miről szól az eredeti. Megyé De volt az a, Nekem az a nem gyóknukem, de nyukám reklám nagyon tetszett, és esküszöm, hogy a gyóknukem valahogy ebből is jöhetett, ami, aminek ugye a folytása sem akart megjelenni, aztán megjelent, és hát borzasztó volt de hát az eredetivel szerintem játszhatatok és is. Akárhogy is ez a Nukem, ugye családi atom háborús társas játék, ez mennyire durván kifejezik, hogy hogy nézzük a tévét, nézzük, hogy rakétlákat lődöznek ilyen olyan országok egymásnak, és mi tehát úgy el vagyunk, kikapcsoljuk, megesszük a, a vacsoránkat, és, vagy átkapcsolunk, mint a reklámról. És ez, ez tehát a Verhoeven azért ennyire erős, hogy szerintem főleg a, nekem a csillagközi invázió, csillagközi invázió, nem, csillaközi. Csillaközi invázió. tehát ott mutatja be nagyon durván ezt a... Ott is vannak csak delt, ott, ott is, ott úgy, is hogy, minden. És véletlenül nem ugyanaz a Fütyülnek rá, mert abban a tehát katonákról van szó, figyelj, most ott, meg ott a, nem is tudom, ott a felettes és azt mondja a srácnak, amikor éppen ö, ott a sátorban akciózni készül, hogy hát tíz perc, vagy nem tudom, tehát úgy, úgy mond ez a katonat tisztek között nyilván, hogy egy utolsó jó kis kaland még ott belefér a csajjal. és ott látunk igen szép, igen szép melleket. Akárhogy is itt, itt például nem is tudom, hogy nem is a mesztelenség, hanem tényleg az erőszak ábrázolása, hogy tényleg egyel erősebb, mint amit mostában megszoktunk, de nekem is az jól, hogy 80-as években, tehát amikor gyerekként is moziba mentünk, abszolút, a mozi pénztárosnél nem kérdezt, hogy hány éves vagy, Tehát a két forintot, négy forintot kifizetted, egy falusi moziba jártam, de oda is lejöttek, hogy hát az én az élient is láttam moziban, és hogy mondjam, tehát nem okozott nagyobb sokkot, mint mondjuk a, például nekem a szellemírtók is egy ilyen, ilyen erősebb film, amikor ott a tehát az összes olyan jelenet, amik, ott volt, hogy a bírósági jelenet, azon be voltunk fosva rendesen. Tehát ott gyerekként, moziban ezek nagyon erős filmek voltak, de az inger ezek szépen beállították, mert tudtuk, hogy ez amerikai film. Tehát mond nem értséget semmi baj. Tehát azért mondom azt, ahogy Ádám mondtad, hogy nincs értem a korhatár karikának, mert ha például leülsz egy gyerekkel, és úgymond ezt megbeszéljétek utána, még mindig jobb, mint ha ő tesz ezt szabályozatlanul, moderálatlanul kap, esetleg teljesen mondjuk demagóg, meg egyéb más módon erőszakot, vagy éppen úszító gondolatokat. Még itt le van határolva, hogy ez Detroit a jövőben, és itt Ilyen rosszul működik a társadalom, tehát ennyire erős az erőszak, és ezt ennyire erősen kell ábrázolni, és erre próbálnak akár technológiai, vagy ilyen társai megoldást csinálni. ez az OCP, ez baromi erősen mutatja akár az amerikai nagyvállalatokat, vagy a pénzen megoldásokat arra, hogy hát legyen a lakosság egy részének egy része biztonságban, vagy adjunk el ugye hadi technológiát, lásd vasember. Ha a hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikum mély szívesen lépsz be a Parallaxis univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk és segíts te is az ismeret terjesztést. Látogass el a patreon.com per Parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis Podcast legújabb részét. patreon.com per Parallaxis Mindent robozzsaló szemszögéből látunk az első részben. Nagyon érdekes az ábrázolása, amikor őt ugye szerelik, az a saját szemszögű ábrázolás, meg ott a Ez szilveszteri parti. Ott azért hogy megnéztem volna azt kívülről, hogy hogy történik. Ugye van a harmadik részben, az vagy a második részben, amikor földarabolják, vagy a negyedik részben már nem tudom követni, de valamelyik részben földarabolják, ugye ott látjuk és engem érdekelt volna, hogy hogy rakják össze. Az új robotzsarú film, amit néhány éve készítettek, az ugye viszonylag megmutatja, hogy ő amúgy mennyi maradt belőle, és hogy néz ki, nyilván CGI-jal, de szerintem ez a robotzsarú tök menő néz ki most 2022-ben is. Tök vállalható dizájn lenne, mondjuk, ha az Apple vagy Elon musk kitalálnák, hogy ők mostantól uh, ilyen robotzsarúkat fognak gyártani. Végül is igazad van, de én megmondom őszintén, a új filmnél nekem pont, pont az nem jött be, hogy, túlságosan is ott, hogy uk -uk, uk -uk, uk -uk, megy a szív, meg a tüdő, meg az minden, hogy meg. Én, én nekem sokkal, sokkal, sokkal jobb volt ez így, hogy ez így ott volt, valószínűleg összerakták valahogy, úgy elmondták útközben, hogy hagytak neki emberi testrészt, aztán mondta is utána, hogy vágjuk el a karját. Kar, nem, nem, kar levág. Fúgy, ez a döntés, nincs emberi testrész. Tehát én azt mondom, hogy szerintem ez így pont jó volt, elég volt így a filmben, hogy, hogy tényleg nem, én valahogy nem éreztem késztetés, hogy én szeretném látni a dobogó szívét a robot De én szerintem teljesen vállalható volt ma akkor is, és ahogy te mondod, ez most is teljesen jó film. Tehát én, én azt mondom, hogy egy teljesen jó film. Jó vannak benne egy-két megmosolyogtató jelenetek, ami a mai világban valószínűleg nem így ö, történne, de, de összességében szerintem, szerintem nagyon megállja a helyét ezek a reklámok, amik mennek közben, meg előtte, utána, ezek ugye a kor jellemzője, ugye most eszembe jutott még egy a menekülő ember. Tehát az is tele van ilyen, A, 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 a filmje. Ferroen ugye átvitte a másik filmjébe is ezt a stílust, ugye a, a Starship Troopers a egy az egybe átvitte, tehát a, tehát a ordít a két filmről ugye, ugyanaz a és így, én, én, én... Mert hogy nagyobb, nagyobb betekintést ad a társadalomra. Az a film, igen. Ez is mondjuk nagyjából megmutatja, hogy milyen a társadalom, tehát és azt, hogy mennyire felülről, mennyire plántálja ezt a dolgot maga, ugye, ugye ilyen játékok vannak, nukleáris háború, tehát ez egy természetes dolog. Ugye jobban megnézzük, hogy mi zajlik most a világban, most azért annyira nem természetes, pedig körülbelül Idézőjelben ugyanabban a korban játszódna, de mi most is látjuk azokat a jeleket, amik sajnos elmennek ebbe az irányba, hogy hogy egy ilyen gyilkolásos, öldökléses világ normál természetes családba érted, hogy szétlőnek és atombombával robbantom szét a fejedet a saját gyerekének. Tehát, tehát én nekem ez, ez, ez gáz, de sajnos lehet látni jeleket, hogy most is ilyen világot élünk, sajnos kezdünk lassan ilyenbe menni. Még egy kicsit sarkosítva volt a filmbe, de bemutatja úgymond a háttértársadalmat, hogy miért is ilyen gyilkolásás meg erőszakos az egész társadalom. És jár, látjátok, fél napot sztrájkolnak a rendőrök, és már fölrobbantják a félvárost. De ez a sztrájk, ez a későbbi filmekben is előjön, hogy mindig sztrájkolnak. Mennyire van valóság alapja? Most itt, Gergő te úgy fogalmaztál, hogy tehát multidőbe fogalmazol a filmmel kapcsolatban, mert régen készült, de jövőbe játszódik. És, a, és ha bár a film kifiguráz és részben eltorzítva mutat meg néhány olyan társadalmi változást a világban, ami, ami hát eléggé elszomorító, amellett azért, ha valamikor, akkor most sokkal jobban aktuális ez, mint 1987-ben volt. Ez, ez, igen, ezt mondtam, hogy, hogy sajnos látszódnak ilyen jelek. És érdekes például, hogy Detroitban játszódik az a történet, és azért tudjuk, hogy mi történt Detroittal pár éve, ugye csődbe ment, és komoly problémák voltak a városban. Mert ugye az autógyártásból élő városban az autógyártás tulajdonképpen megszűnt és meghalt. És, és valahogy azért, hát, mint a Simpsonék, ha nem is jósolták meg a jövőt, de azért valahogy valahogy mégis úgy érzem, hogy biztos, biztos ennek voltak jelei már mondjuk a régi Detroitban is, és úgy gondolták, hogy ezért oda helyezik a történetet, de, de ez például szerintem egy érdekes párhuzam. És valószínűsíthetőnek találom tényleg azt a forgatókönyvet, hogy amikor majd egyik japán cég, aki ilyen robotokat fejleszt, eljut arra a pontra, hogy működőképes robotjaik lesznek. Úgy értem a működőképes robotot, hogy mint ahogy a Boston Dynamics is, ugye látjuk azokat a videókat az emberformájú robotokról is, vagy arról a kutyáról, ugye robotkutyáról, hogy így mondjam. Szóval látjuk ezeket a videókat, de hát azért ez még mindig nem az a technológia, mint mondjuk az én a robotba látjuk és szeretnénk. De amikor elég közel érünk ehhez, akkor majd jön egy olyan típusú cég, mint az Apple, vagy Elon Musk, SpaceX, vagy a Tesla, vagy egy, egy tök új cég a semmiből egy egy milliárdos által, vagy több milliárdos által, aki elkezdi ilyen el robotokat fejleszteni, mert hogy ez a jövő. És uh, nyilvánvaló, hogy mielőtt elérjük azt a korszakot, mondjuk, mint a, az én a robotban látunk, előtte, ja, és most nem csak a robot technológiáról, nyilván az M.I. technológiáról is beszélek, szóval uh, mielőtt elérjük ezt a korszakot, bizony azt fogjuk elérni először, hogy a hadipar fogja ezeket elsősorban uh, uh, um, vásárolni, és az lesz az ő piacuk, tehát ilyen robotzsaruk és robotkatonák fognak valószínűleg készülni, hogy, hogy valaha bármilyen módon etikus és jogilag okés lenne az, hogy tulajdonképpen halott embereket, akik ugyan felajánlották magukat egy a cégnek, ugye itt az OCP-nek, hogy hát azt csináljanak vele, amit akarnak, azok tulajdonképpen ilyen robotzsaruként föléleszteni, ez már egy megint egy más kérdés, és ez tényleg a science fiction kategória. De mi maga a science fiction, ha nem az, hogy olyan témákat hozzon föl, amik bizony akár a közeli jövőnkbe aktuálisá válhatnak, és erre úgy tudunk a legjobban felkészülni, ha most diskurzus folytatunk e e ezekről már percek óta okos vagyok. Ebben igazad van különben, de ha jobban megnézed, két dolgot, ez a robotos dolgok, egy, ugye igazad van hadipar, de ha jobban megnézed, a hadiparban már most is ott vannak. Jó, most még ember irányítja, mert a drónok, érted, ül, ül egy kis pajtás, a, a Las hogy kis eldugott 51-es körzetes, hogy vagy, úgy úgy szétlövi a félvilágot egy ö, drónnal, tehát a, távirányított dolgok, akár a, a bombakeresők, meg hogyha ezek, ezek, már kezdenek úgy megvalósulni, jó, mesterséges intelligencia még nincsen, mert szerencsére, hogy a, még, még, tehát az, azért annak örülök, hogy a világban azért két irányvonal van. Oké, itt van a hadi technika is, de azért hála jó Istennek, ugye a robotzsarukban mi az első, amit kifejlesztenek, egy két járó szörnyeteg, amelyik 30 mm-es gépágyú van a két keze helyén, azért szerencsére ma még a kis, milyen hogyják azt, hogy a pár robotot nem tudod, a kis hiakó, hiakó, helyi hely helye, tehát azért még szerencsére azért még eb ebbe az irányba megy a robotika, ez a része, hogy inkább, a, inkább az én a robotos <laughs> irányba megyünk, hogy segítsen, de természetesen a haditechnika is ott van, és ugye az én a robotban is elhangzik, ugye, hogy a, legnagyobb beszállítója ugye a, a, hadseregnek a cég, ugye, aki gyártja a, igen, én a robotokat. ez mind a kettő irányba ott van ez, de, de, igen, tehát ez már benne van, tehát kőkeményen benne vagyunk azért ebbe a részben, hogy azért itt már, itt már azért ugye mindenféle videókat lehet látni, hogy olyan kutyák, kutya alakú robotokra, amik rohangálnak ami a harcél, kikerül akadályokat, tehát már ő dönti el, hogy merre menjen. Hát most apna a keresésre de... Ukrajna például kap egyet, azt az, az amerikaiaktól, de nekik is csak kettő van. Én. Viszont bocsánat, mert közben mondtál egy olyan dolgot, és egyre jobban távolodunk tőle, és ezt uh -huh. szeretném pontosítani. Ja, most... Tehát ugye úgy fogalmaztál, hogy hogy, hogy még nincs olyan nincs emi, de ugye emi van, nyilvánvaló, hogy ezt te is máshogy akartad mondani. Emi van, olyan, mert mondjuk a, a filmek, drónokat. Igen, mondja. a drónokat is. a a target tálásban, az azonosításban, a célpont azonosításában is mesterséges intelligenciák segítik, meg a vezérlésben, miközben ugye igen arról van szó, amit ami te is mondasz, hogy a, hát egy robotzsaru, aki jön, megy, beszél hozzád, és, és, mint egy élő személy tudsz vele kommunikálni, és nem, nem, csak betanult válaszokat ismételget, mint mondjuk az egyik bevásárlóközpontnak a, a kis segítőjét Budapesten, hanem, hanem igazi, valódi interakcióba tud veled lépni, hiszen valójában ember, mert azért a robotzsarunál azt a maga a történet szempontjából azt tökremekül ki, kerülték, hogy igazából nincs szükség mesterséges intelligenciára, mint ahogy ugye az én a robotban erre épül ugye azért valójában a, a story, vagy összefügg a robotikával az, hogy bennük egy mesterséges intelligencia van, míg a robotzsaróban csak az van, hogy ő Alex Murphy, aki meghalt, és fölé élesztették, és most az agya mindenféle relékkel és diódákkal kiegészítve, és, és, mesterséges testben él tovább, és hát vegetál igazából, mert azért ez nem egy jó élet valószínűleg. Ez valójában egy hazugság mindenki felé, mert itt ez, ennek például a megítélése, azt hiszem inkább a 14-es, vagy nem is tudom mikor, az új film, mert akkor végül is a családjához visszatér. És az az, az elég durva itt, meg ugye csak a lakásba tér vissza, nincs. Tehát neki van egy olyan szembesülés, miután ő is megtudja, hogy ő kicsoda. Ezek nagyon érdekes, a, a Louis, ugye a társa, az hogyan, hogyan jön rá, tehát milyen, milyen ö, ö, motivumokból jön rá, hogy hát ez, ez kicsoda is és még itt a mesterséges lényekre kapcsolatban, tehát én ilyen határő robotokról is hallottam már, hogy ilyen kísérleti jelleggel, tehát ott is, hogy két ismer föl, és akkor emelt fel a kezet, stb. Tehát azért elég veszélyes vizekre is evezünk. Meg volt a Bruce Willisnek volt ez a surrogates, ez a hasonlás, ahol már ugye ott is, hát ott még bentültek távolról vezérelték akár a, hát a saját testük helyett volt egy ilyen robot vagy android hasonlás, és ott is ugye már volt különbség, hogy te még húsvéremberként élsz, vagy pedig hát mondjuk ott még mindig ember vezérelte, ott is voltak ilyen katonai ö, drónok. Még ilyen robotsarú, most két lábon járó robotsarú, arra szerintem egy nem rossz sorozat volt, bár végül is joggal, de az Olmas Human, az emberi tényező, ahol ugye hát a, a Star a új Star Trek filmeknek a, a McCoy dokia. Urbán Karcsi. Aki egyébként repíró is volt, és ha már sisak levétel, meg fölvétel. Ja, egyébként ebben a Olmas ban röviden annyi, hogy a Karl Urban alakít egy emberi rendőrt, aki eleinte nagyon nem bírja a hát elég android és elég emberszerű robot rendőrtársát. A Michael Levy egyébként szenzációs jó a szerepben. Azok a fricskák, amiket a két srác nyom egymásnak, csak azért érdemes megnézni. Mindig a Szifi megmutatja, hogy milyen lehetőségek vannak, hogyan viszonyulunk majd mondjuk robot munkatársakhoz gépi környezetben hogyan tudunk dolgozni, és lehet, hogy először még olyan utálatta, mint a kárőrben. De most a kárőrbenről hagyd kérdezem már meg ezt, hogy belefér hogy megbeszéljük, hogy szerintek a sisak levétel az mennyire durva, mert ugye a Dread az hagyományosan nem beszél le. Az eredeti levette. Ha jól hát tudom, a... a... Hát a Stálona levette. Tehát a második Dread bírónál volt mit... az, hogy nem, volt haj, nem az egész film alatt, de ez egy ilyen jellegzetessége volt, hogy nem veszi le. De szerintem az eredeti történetben se veszi le, vagy a képregényekben, vagy én nem tudom, a Dread mi eredetileg, de valószínűleg arra... nem arra célzol, déf, hogy azokban nem vettele, csak Stallone vette le, és az örben. sem Stallone... Vette le? Igen, mert nem az örben ragaszkodott hozzá, hogy ő nem veszi le, meg valami tévésoroszt is lett volna belőle, ami, amiben szintén ragaszkodott hozzá, hogy nem fogja levenni, viszont a stallone meg kellett mutatni az arcát, mert ő Stallone. Ennyi hát így, meg akkor. az egy egész más típusú film a, a sztori szempontjából is, bár hasonlít a két film de, de a régi a Stallone elkerülhetetlen Igen. volt, hogy ott levegye. Hát mi, ki, ki, kiszámű, spoiler, kiszáműzik a, a sivatagból a halálok földjére, hát mi izébe egyenruhába, tehát hogy azt így is Igen. le kellett volna menni, ez egy olyan, olyan sztori volt. A Károly Bönösben, hogy nem vette a sisakját, és végig abban volt nekem, az bejött, nem tudom miért, azon tetszett, hogy nem lehet. Tudod, hogy ki van ott a főszínész, de nem, mégsem veszi le. Kultikus jelenet a robotzsarúba, kultikus jelenet a robot nekem mindig, Igen, számatokra. nekem mindig érdekes, hogy nekem az, mi nem a robot kapcsolódik, amikor leesik a, az az ellenség robot, mindig elfelejtem a számát neki, amikor a lépcsőn, nekem az úgy megmaradt bennem, hogy... Egy és akkor egy nyűszét, mint egy kutya, tehát ilyen ideges, a valami... Nekem valamiért az, az maradt meg mindig. Tisztára, hogy begurul. Aha, akkor leesik a lépcsőn, és legurul. Valami a leesik, nem tudom, nekem úgy az maradt meg bennem. Meg, a, meg ahogy hívják. Hát ugye, amikor maga az a jelenet sor, az szerintem az robotzsarus, ahogy elrakja a fegyvert. Hát, a csúcsúcsúcs megpörgeti, ugye, amiről felismeri a csajszí, és elteszi, ahogy hívják, vagy a lábába, hogy becsukódik. Nekem ugye ez, ez maradt. TJ Lézer. Igen. Látjuk a sorozatot. TJ <laughs> <T>. Lézer. <laughs> ja. <that> De olyan... Látunk egy pillanatot belőle, ott az egyik tévén megy. De olyan kultikus jelenet, ami úgy, úgy konkrétan, úgy, úgy megmaradt úgy az emberbe, és én, én nekem ebben nem volt. Tehát csak ilyen, ilyen rész jelenetek. Abban a jelenetben, amikor ott a lő amikor a csaj is először Igen. találkozik vele, mint Robocsarúva, akkor ott van egy olyan lövés, amikor ő látjuk oldalról, ahogy lő, meghúzza a vast, de sem fényefekt nincsen, sem hangefekt nincsen. De ő meghúzta a ravaszt. Azaz kimaradt? Az alkotási folyamatban szerintem kimaradt. Lehet. Egyébként, egyébként újranézés közben pont azt mondtam a páromnak, hogy szerintem ennek a filmnek nagyon jó tenne egy digitális felújítás, az és bár én szeretem a stop motion és nekem én szerettem, hogy a ED 209-esek stop motion technikával készültek benne, azért, és a későbbiekben, a második részben a Kane is, meg az ugyanúgy látható ed is, meg, meg, később is azért ezt a technológiát részesíti előnyben ez a, ez a sorozat, vagy ez a filmsorozat, én azért megnézném ezt az első részt úgy, hogy például az erdék ki vannak cserélve digitálisan, vagy a második részben a kény egy kicsit ki van cserélve digitálisan. Tehát nyilván azért akkor is a klasszikus a klasszikus, és az eredeti az eredeti, de szerintem ez egy, egy tök érdekes lehetne. És mondjuk készülhetne hozzá tényleg végre egy, egy valódi jó magyar szinkron. <laughs> <laughs> Nem csinálnák meg, nekem az azt hát, hogy a, tényleg a hangefektek, és azért érdemes legalább egy sztero megnézni, hogy azok baromi jók, és szerencsére már a, azt hiszem az Intercom a szinkron a sztereó volt. Tehát annak idején egyébként hát a mozik se voltak sztereók. Tehát nem, nem, nem kellett sztereó hangságot készíteni. Tehát a Dolby az ismeretlen volt a magyar mozikban egészen a 90-es évek kig közepe, nem tudom, főleg vidéki mozikban, de akárhogy is a, a, zene például nekem ott volt az, amikor ugye egyrészt a például azok a szerelési fázisok, amit mondtok már, hogy a szilveszter, stb. A látjuk, hogy telik az idő, és hogyan élesztik őt fel, aztán, amikor ő elkezd tevékenykedni, tehát egyszerűen az is egy ilyen ismétlő érmelet, hogy ő kilövel az autójával, amikor először nem engedi vezetni ugye a társát, tehát ő ül be ugye a volánhoz, akkor még van minden, izé, haja minden megvan, tehát akkor még rendben van, és így kilőnek az autóval ott a, a rendőrségi alaksorból. Ez ilyen tipikus, hogy most elindul, bemegy a városba, és irány a háború. És volt, volt egy ilyen montázs, tehát így egy percben bemutatták, tudjátok, az olyan, mint hogy készül egy új Superman film, vagy egy új pókember film, és mivel kezdődik? és Mivel kezdődik? Megérkezik a Superman a, Meteorban, akkor a izé néni meg a nem tudom bácsi ott megtalálják, és akkor jaj, jaj, jaj. bácsi. Márta, Márta, és Jonathan Kent amikor a csajnak átlő a szoknyáján. Tehát egy rövid jelenet, de az azért egy ütős. Tehát azért ott, ott azért gondolkozol, hogy ki, ki, kinek, a, miért találta el. Ez olyan, mint ilyen, hogy egy perces epizódokba összefoglalja, hogy már volt egy robotzsarú tévésorozat mondjuk, de most, most itt a mozifilm az csak így, így átmegy rajta, mint ahogy Gergő szerintem láttam mostán egy olyan tévésorozatot, amelyik ilyen régi mozifilmeket idézett föl, a első epizódjában, hogy ez történt, nem tudom, 90-es években, bizonyos mozifilmekben. Hát igen. No, de a, például a zene, az a tipikusan, én például imádom a 80-as évek filmeibe, hogy nincs sok zenei motivum, de azok baromi jól meg vannak írva, és mindig adott pillanatban bevágják. Tehát ez a diadalmas zene, amikor ugye a, 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 a valamit elvégzett, akkor ugyanaz a zene volt, ugyanazzal a taktussal bevágva, és annyi. És a nézőnek így összerakodott, és ebből lesz szerintem ilyen kultikus, hogy ezek a filmek még bevállalták, hogy nem tekerünk egy zenei motivumon, hanem nyomjuk ugyanazt, és akkor így berögzül neked, főleg amikor tudod, nem tudom, hány centes, meg hány forintos moziba, tízszer megnéztél egy filmet, mert olyan sokáig vetítették. És szerintem akkor érik, tehát ha egy film eleve szar, az később se lesz kultikus. Ha eleve ott a, a közönségben valami benragad, amikor, mit tudom én, se kiskoromban láttam, de elképzelek mondjuk, nem tudom, hatodikos lettem volna, és a iskában másnap mondják a srácok, hogy hát, beszarsz a robotzsarun, hogy azt meg kell nézni, akkor nyilván, hogy meg fogod nézni, és megragad benned. Tehát innen jönnek ezek a kultfilmek, és valahogy ezek a fajta, ezek a harsány, ezek a akár szókimondó, akár akcióban ilyen, akár durva, és zenében oda teszi magát, és nem szégyeli ezeket a, ma már azt mondjuk, hogy ezek már áll ilyen, ilyen klisék. Hát klissék, mert régen ezt használták, ez volt az új. De, de ha ezek megrögzültek benned, akkor tudod jól, hogy ez a 80-as évek, vagy a 90-es évek, még akciófilmek, fizikai effektek vannak, modellek vannak, stop motion van, és kőkemény akció van, de hatása is van rád. És ebből lesz a kultikus. Igazad van, ez, pont ez hiányzik a, a újból. Nekem pont ezt hiányzik az újból. Hát az vélek, ott, ott a CGI az nekem se tetszett. Oké, hogy megmutatják a testét, nem tudom, röntgen meg 3D. Nem, nem volt de lehet, hogy itt, a filmnek nincs lelke. Tehát... itt ez az interlészit kép, ez ezzel érzékeltette a nézőnek, hogy eleve zavaró, hogy ez ezen keresztül látja, és a murphy is egy kín, amit ő a testében, ahogy ő összarakja magát, hogy ő most kicsoda, micsodává vált. Azért itt benne van az a filozófia, meg nekem még a társadalom kritikába ilyen pici beszólások, tudod, mint amikor Csillók háborúja elhangzik, hogy a, nem tudom, a császár felosztotta a szenátust. Ez csak így el van ejtve, és akkor uh -huh. aztán Lukasz ezt három filmben megmagyarázza, és itt valami olyasmit mondanak, hogy majd elkezdik építeni Delta City-t, uh -huh. és majd minden ott jó lesz, és szép lesz, és akkor azt mondják, hogy mi kell hozzá a Delta City építéséhez, két millió munkás, valamint kápszer kurvák szerencsejáték. <laughs> Igen. Tehát itt összerakod a, 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 dolgokat, és nem így működik ma? Kvázi az ipar, a szórakoztatóipar, minden ráépült A világ. A világ, most mit, miről beszélünk. Tehát Detroitban élünk jelenleg is, tehát most nem kell új, vagy old, old Detroit, vagy mi volt a neve? old Detroit az lehetne, nem tudom, most kőbánya. Jó, nem, nem mondtam sem. Na, most kapszat Szóval a mai adás tanulsága az, hogy mindannyian Detroitban élünk, és még itt mielőtt lezárnánk ezt a műsort, azért beszéljünk arról, ugye volt egy tévésorozat változat, az nálunk is látható volt az RTL klubban régen, volt egy rajzfilm sorozat változata, azt VHS-en lehetett nézni, a Youtube-on egyébként van is fönn epizód, volt egy TV sorozat változata, amit ilyen MGM, meg Universal Channel, meg ilyen TV lehetett elkapni, hol rosszabb, hol jobb minőségi szinkronnal. Uh, és ugye volt az eredetihez kapcsolódó több rész, ugye az első kettőben uh, Peter Weller, ugye így hívják, mindig elfelejtem a nevét Igen. a színésznek, hogy ő a robotzsaró, ha jól emlékszem, de aztán az, talán a harmadik részre le, re, lecserélik, és a is. Uh, mert uh, lelövik ott a templomnál, mikor uh, az a rész van, mikor ilyen ninja robot is, ilyen ninja android van, és akkor abba tud repülni a robot zsaru, ilyen a hátára tudja akasztani, meg ott már egy ilyen mesterséges intelligencia is, ja nem, az nem, vagy uh, egy kislány is bejön a képbe, meg ott az egyik ilyen szerelőcsaj, akit egyébként a nyughatatlan Jordan, meg bosztani halottkémekből a, a csaj játszik, a főszereplő csaj. a horvát a magyar hangja, és akivel Igen. volt egy riport már a Parallax is. Van, van a robos, meg hát képregény, Magyarországon is látható képregény változata volt, megjelent a 90-es években, igazából egy ilyen nagyon rövid ideig kapható volt itt a Szemik Interprintnek a gondozásában. Tehát, hogy azért van, volt múltja, meg volt jelene ennek a, a sorozatnak nem beszélve a már említett új részről, ami hát azért nem nyerte el a, a, az emberek tetszését nekem, ha bár valósághű volt a novek tényező benne, ugye ami ezt a média médiabréket volt hivatott kiváltani, de mégis engem jobban idegesített, mint, mint, mint hogy az valódi társadalom kritika lehetett volna a néző számára, vagy számomra. Na de mit gondoltok az eredeti mondjuk a, a, a többi filmről, vagy, vagy akár néztétek a sorozatváltozatát, vagy a rajzszínváltozatát, ahol Sörös Sándor egyébként ő, a Robocsarú magyar hangja, és ilyen világít az a kis sisak része neki a, a, ebbe a rajzszínben. Szerintem a második rész az, az még tűrhető volt. Ö de, De abban van a kény. Igen, hát igen, igen, abban van a kény, az, az, nekem nagyon tetszik, az is, tehát szerintem ugyanolyan jó, mint az első. A többi az már nekem, nekem már egy kicsit ez a mai kor szellemének megfelelően Robogyarú 4, 5, 6, 8, 10, 12, 26 nem, tehát ez már nem. Tehát ez a, ez mint az Alien filmeknél és a bolygó neve halálig, oké, okay, onnantól kezdve egy Predator film, ugyanez a végig, tehát első kettő, után a többi az felejtős és kuka, mert ez már sima lélehúzás volt. A rajzfilm az nagyon tetszett, az, az, azt szerettem, azt nagyon szerettem a rajzfilmet, ahogy hívják be, a, azt a Rogerust. Nagyon képregényt így még nem láttam, viszont ö, most nem, nem emlékszem rá, hogy előtte is volt, vagy ez az első filmből indult ki, de most már a is van egy olyan tábora, mint mondjuk egy Marvel karakternek, vagy, vagy hogy hívják ilyen DC karaktereknek, mert, mert, mert azért a mai világban is bárkinek azt mondott, hogy robotzsarú. Tehát a mai gyerekeknek is azt mondott, hogy robotzsarú. Tudják, miről van szó. Tehát nem az, hogy néznek nagyokat, hogy úristen, mondasz valami százezer éves filmet, és akkor azt se tudják, hogy tehát power kapitány is a jövő katonája Érted? Azt se tudják, miről van szó. Tehát nem tudják. Mi még tudjuk, ők már nem. De a lett egy ilyen kult, kult háttere, fölé, mögé épült egy robotzsarú, és mai napig bemész, hogy hívják be a játékboltba, kapsz robotzsarú figurát. De én szerintem, én szerintem a, a azok jót tettek neki, hát az új film, hát <laughs> az én, én nekem, én, nekem, nem, tehát az, nekem az egy kicsit olyan már, tehát én egyszerűségét szerettem a Robot egynek. Tehát nem, 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 magyaráztam, nem magyarázott meg mindent. Tehát abban a korszakban, hogy nem kell mélységig belemenni abba, hogy mi játszódik Ellen Murphy lelkébe. Ott van, mi volt itt a magyarázat? Úristen, lett egy rémálma, aztán észretért. Ennyi. A új filmben meg ez egy jó rán keresztül az megy, hogy hogy szenved a Murphy, és hogy épül fel a... Én nekem, ez, nekem, nekem lehet, hogy én vagyok ilyen kicsit ilyen de egy, egy akciófilmben nem ezt várom, hogy egy órán keresztül szenvedjen a Murphy, és tudjuk azt, hogy mi a lelki háttere neki, hanem ez itt. Igen, akció, megy, elkapja a rossz jövőt, szia viszont. Igen, mert rájöttünk Csap. arra, hogy hiányzik neki a családja, lépjünk Ennyi. tovább és nem, ezen. Nem, Igen, tehát hogy nem így áll túl. az Aha. ember hozzá. Nem tolták ha, túl. Hát arra a tévé film sorozatra emlékszem úgy halványan, a az sajnos nem volt meg nekem, de az új filmmel kapcsolatban ugyanezt gondolom, hogy esetleg egy filmsorozat, ha most készülne, és akkor ott, ott egy jó, jó főszereplővel. Bár abban is kételkedek, hogy most, mostában tudnak jó, jó akciósorozatokat csinálni. Nekem még itt a, ugye a, látvány, tehát hogy nem kell túltolni a látvány, tehát tényleg itt is, amit részesen ki kell dolgozni, aminek meg kell maradnod, maradnia benned, az a robotzsarú. Tehát ott, ott a páncélnak kell jól működni, a többi mehet stop motionnel, ha van egy robotunk, amit az RD209 vagy, vagy ott voltak, itt is volt matte painting, tehát ahogy lenéztünk, hogy az OCP-nek volt ugye ez a hatalmas irodaháza, és ott, ott lehetett oldani, hogy Matt Pating hozzáadtak egy-két ilyen, ilyen kis, kis erkét, vagy egy ilyen árkádokat, vagy nem tudom, és akkor elképzelted, hogy milyen menő. Viszont ez a gyár, hát nekem az, nekem én imádom az ilyen régi, rostás, lepusztult uh, helyszíneket, és itt is találtak valami, nem is tudom, valami mill, nem tudom mi volt ez, valami vaskohó, vagy nem tudom, nem, tehát valami nagy fémipari szé volt, és simán elképzelt, hogy uh, tehát milyen jó lehet ilyen helyeken uh, a, a hangulat, hogy forgatásra, meg oda, oda vissza visszatér egyébként, mert nem egyszer szerepelt ez ugye a filmben. Tehát ez, ez nekem bőven megadja a hangulatát. Ennél tényleg nem kell több. És tényleg, amit, amit kell adni, hogy te te megkapd azt, a, amiből te később tovább tudsz gondolni, vagy beszélni, hogy úristen, milyen lehet itt élni, vagy milyen, milyen itt, itt amúgy zsarúnak lenni. Mert amúgy itt voltak ugye a hétköznapi rendőrök, és itt volt a tipikus ugye, Öt, ugye az ordítozó színesbőrű rendőr, ugye ez a, a szem Reed volt, ugye a, a bajszos, a szem ő neki volt a Galambos Péter a magyar hangja, úgy szerintem ő is tudott róla erről az egész, egész dolog itt mi folyik. Tehát ez a, itt teljesen benne van, a, akiket hoztak be oda a rendőrősre, vagy ott volt a, ugye ez a fűszeres, ott az, az, az a bácsi, akiket, meg a néni, akit megvédte. Ezek a, ezek a hétköznapi amerikai hősök, amit mondtunk a múltkor is a, Hú, de régen volt már. Utolsó csillagharcos. Utolsó csillagharcosban. Azzal fejezem be, hogy nem, nem kultikus, de a, a magyar szinkronak egy csemegéjével, ugye, amikor ott a töltőn van egyébként, az is tök jó meg volt csinálva, és mennyire, tehát ennyi kell hozzá, vagy ott volt az a szerverterem, stb. Tehát, hogy nem kell mindent science fiction-szerűen megmagyarázni, mert ez nem, nem úgy stifi, hogy mint az a hardcore szifik, hogy mindent alá kell támasztanod. Na mindegy, ott volt ez a töltőállomás, rajta volt, és ott őt, őt őrizték, ott dumáltak a ocp azt hiszem. Na mindegy, a lényeg az, hogy akkor van az, hogy ez a rémálom, és akkor mondják, hogy a Bucket, bucket Boy is online. Na most az a Bucket ezről rögtön ugye a vödör fej, ugye a Darth Vader jut teszünk be, hát nyilván pár éve volt éppen ugye a Jedi visszatér a moziba, de akár ugye is azt mondja a magyar, magyar változatban próbálják azt a Bucket boy is online úgy visszaadni, hogy valamit álmodhat. Vagy azt mondja a narrátor, hogy életre kelt és mozog. A másik szinkron meg azt mondja, hogy a fémember bekapcsolt. Hát biztos ki lehetett volna amúgy találni. Most hirtelen akartam rá valamit is zsebből kirántani, de de nekem se, jut, nekem se eszembe. De ha ti kedves hallgatók esetleg erre tudtok egy nagyon frappáns megoldást, akkor ezt kommenteljétek be valahova, vagy írjátok meg nekünk közvetlenül a mtv.hu címre, és biztosan, hogyha legközelebb készül egy olyan szinkron, amit mi, mi készítünk, akkor azt így fogjuk fordítani. Ezen kívül, ha pedig tetszetek nekünk, ha tetszik nektek az általunk készített podcastek, és szívesen támogatnátok minket, azt a patreon.com per parallax is oldalon tehetitek meg, ahol egyébként megnézhetitek és meghallgathatjátok a premier előtt az adásainkat is, és más extra tartalmakat is találhattok ott. Új adással legközelebb augusztus 18-án jelentkezünk, addig is Faragó Dév és Kőgergő nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmet. Itt a műsor végére <kül> el is ment a hangom, további kellemes podcast hallgatást kívánok mindenkinek, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.